Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár, és ma egy kicsomagolós videó fog következni, de nem csak ezt csomagolom ki, hanem ezt is, ami itt található, mert hogy megkérdeztem tőletek Instagramon, hogy mit szeretnétek inkább látni, az új OnePlus 7T telefonomat, vagy pedig ezt az YDS10-es folyékony nitrogén tartályt. Szerintem nincsen más olyan csatorna a magyar YouTube-on, ahol többen kérnétek azt, hogy egy hatalmas termosz csomagoljak ki, mint egy elég korszerű és drága mobiltelefont. Viszont azért egy adásban csomagolom ki a kettőt, mert hogy össze lehet őket hasonlítani, hiszen ugyanabba a kategóriába esnek, már ami az árukat illeti. Ez is, és ez is körülbelül 200 ezer forint. Jó, most tudom, mondhatjátok, hogy Alibabán, eBay-en, meg nem tudom még, hogy hol meg lehet venni egy ilyen folyékony nitrogénes tartályt akár néhány 10 000 forintért is, de az a helyzet, hogy nekem sokkal fontosabb, hogy ne kelljen bajlódnom mindenféle engedélyezésekkel, vámokkal, stb. És garancia is legyen a termékre, úgyhogy ez nálam munkaeszköz, megérte. Ez annyira nem munkaeszköz, de bemagyarázom magamnak, hogy megérte. Kezdhetném ezzel is, de inkább a folyékony nitrogénes tartállyal fogom kezdeni. Ugyanis ez egy nagyon-nagyon gyakran felvetődő kérdés, főleg amikor folyékony nitrogén előkerül vagy a csatornám, vagy valamelyik előadáson, amit tartok, hogy hol lehet folyékony nitrogént vásárolni. És ez a kérdés annyira nem egyszerű, mert rá lehet vágni persze, hogy nagy ipari gázokat előállító üzemekben lehet kapni folyékony nitrogént. Ott van például a Messer, ahol forgattam és korábban megmutattam nektek, hogy készül a folyékony nitrogén, de van más cég is, például a Linde, ami még a nagyobbak között van, tehát tőlük elvileg lehetne rendelni nitrogént. A probléma még csak nem is abban van, hogy mennyibe kerül, mert néhány száz forintból megvan, tehát amikor az embernek folyékony nitrogénre van szüksége, akkor ki lehet fizetni azt az összeget. Nem ezzel van a gond, hanem azzal, hogy nem tudsz oda menni ezekhez az üzemekhez egy kis dekatlonos akciós termosszal, hogy tessék, töltsétek fel. Bizonyos követelményeknek meg kell felelnie annak az edénynek, amiben folyékony nitrogént fognak tölteni, az az edény pedig elég húzós árban van. Na de nézzük meg, mi van a doboz belsejében. Ups. Van egy használati útmutató, ami egyébként ebben is megvan. Ebben van egy folyékony nitrogén tartály. Ebben pedig egy telefon, és mindenféle egyéb tartozék, például egy ilyen szilikontok, a SIM-kártyakiszedő, töltő, kábel, és természetesen a töltő. Ebben ennyi van, de a folyékony nitrogénes tartály dobozában még ennyi sincs, mert a többi az csak ilyen csomagoló anyag. Viszont kaptam hozzá néhány extrát. Például ezt a nagyon király mennyiségjelző, nem tudom, nívópálcának lehet nevezni, mindjárt megmutatom, hogy működik. Meg egy ilyen szuper jó polisztirol kiöntő kancsót, ami nagyon kényelmessé teszi a folyékony nitrogénnel való munkát. A nitrogénes tartály esetében a kicsomagolás nem volt egy különösebben bonyolult folyamat, egyszerűen ki kellett szedni a dobozból, a telefont azért át kell ejteni egy előzetes beavatási szertartáson, ahogy azt a telefonokkal általában tenni kell. Plusz feature ezen a nitrogénes tartályon, hogy van rajta egy ilyen hátra akasztható pánt szerkezet. Ennek ellenére nem valószínű, hogy én ezt valaha is a hátamra fogom venni, és úgy fogok vele közlekedni, már csak azért sem, mert lehet, hogy nem célszerű hanyatt esni, vagy éppen orra bukni 10 liter folyékony nitrogénnel a hátamon, mert elég kellemetlen sérüléseket tud okozni. Mondjuk ezt nem tudom, hogy ki az, aki így szállítja. Lehet, hogy Kínában a 35. emeletre úgy kell felvinni a nitrogént a földszintről, hogy valaki a hátára kapja, aztán így bambuszrudakon keresztül felmászik. Hát nem tudom. Minden esetre, amit a folyékony nitrogén tartályról tudni érdemes, az, hogy lényegében egy hatalmas nagy termoszról van szó, van benne egy vákumrész, amennyire tudom, meg jó sok púrhabbal van lényegében kitöltve. Ennél azért valószínűleg egy picit bonyolultabb vagy szofisztikáltabb a szerkezet, de az alapja ez. És akkor nézzük, hogy hogyan működik. Ugyanis jó hír, hogy nem csak a telefon, de a folyékony nitrogénes tartály is töltve érkezett.
értitek, feltöltve. Csak ennek az aksia, ennek pedig maga a tartály része. Jó, ezt szerintem egy kicsit túlpörögtem, úgyhogy vagy kivágom, vagy benne hagyom. Ezt csak azért kapcsolom most be, mert lehet, hogy szükségem lesz rá, amikor kipróbáljuk a folyékony nitrogént. A tartály egy ilyen könnyen lezáródó fedéllel érkezik, és itt van az a szelep, ami nagyon-nagyon könnyen tud elmozdulni. Ennek az az oka, hogy ne nőjön meg oda benne nagyon a nyomás, ahogy forr a nitrogén, és emiatt ne robbanjon szét a tartály. Tehát ez nagyon könnyen kijár innen, és ahogy látjátok itt ezt a párát, ez annak köszönhető, hogy odaben nagyon hideg, közel mínusz 200 Celsius fokos folyékony nitrogén van, a levegő páratartalma pedig azonnal lecsapódik ebben a hidegben. Ez sokkal jobban látszik, hogyha belefúj az ember. És pont ezt a páralecsapódást veszi alapul ez a nívópálca is, ugyanis ha belelógatom a folyékony nitrogénbe, lehűl a pálca, és amikor kihúzom, akkor a levegő páratartalma lecsapódik rá, zuzmara képződik, és lehet látni, hogy mennyi folyékony nitrogén van még a tartályban. Tehát belerakom. Most ahogy beleraktam a pálcát, az jó forró, úgyhogy ennek köszönhető, hogy felforrt oda benne a nitrogén. Viszont hogyha kihúzom belőle egy idő után, amikor már lehűlt a nívópálca, akkor szépen lecsapódik rajta a pára, és lehet látni, hogy nagyjából, hát nem tudom, hogy ez centiméteres beosztás-e, de nagyjából 30 centinél vagy a 30-as egységnél van benne a nitrogén. Ez egy nagyon hasznos szerkezet, korábban laborban, illetve annak idején a csodák palotájában, amikor használtam elég sok folyékony nitrogént, nagyon nehéz volt megbecsülni, hogy mennyi van benne, megemeltük a tartályt, próbáltuk satszolni, ahelyett, hogy mondjuk egy mérlegre állítottuk volna. Na de mindegy, nézzük, hogy mi minden van még ebben a palackban. Aminek a kiszedésével most több mint 10 percet szenvedtem, és nem túlzok, tényleg több mint 10 percig tartott, az ez a mintatartó tégely vagy kaniszter. Nem fogom meg az oldalát, látjátok, hogy mennyire hideg, csupa zúzmara, nem akarom, hogy hozzáfagyjon a kezem. Vártam egy kicsit, nagyjából felmelegedett, úgyhogy látjátok, hogy egy ilyen alumínium tégelyről van szó. Ezekben tartják egyébként a különböző biológiai mintákat, vért vagy például spermát. Annál a cégnél, amitől vásároltam ezt a tartályt, ott egyébként kifejezetten szarvasmarha szaporítóanyag tárolására használják. Mondjuk nem tudom, hogy állattenyésztésben használják-e a szaporítóanyag kifejezést. Hát lényegében szarvasmarha sperma mintákat tartanak benne, amit aztán termékenyítéshez fognak használni. Szerintem nagyon izgalmas maga a témakör, akár erről az inszeminációs iparról is lehetne egy külön videó adás, hogyha szeretnétek, de írjátok meg odalán kommentben egyértelműen, hogy szeretnétek-e marha spermát látni. Ha igen, akkor ezt írjátok be. Ha a tudományos kíváncsiság vezérel titeket, akkor egyáltalán nem ciki ezt beírni. Egyébként azért ilyen lyukacsos az aljuk, hogy amikor belemerül a minta a folyékony nitrogénbe, akkor szépen egyenletesen el tudja árasztani ez a hideg löty a különböző biológiai mintákat. Szerencsére, amíg itt szenvedtem, a OnePlus 7T elkezdte szépen telepítgetni magát, megkeresni a frissítéseket. Eddig nagyon-nagyon pozitív minden élményem ezzel kapcsolatban. Mondjuk túl sok nem volt eddig. Hát akkor töltsünk nitrogént. Ja, és persze mondanom sem kell, hogy ne legyetek olyan hülyék, mint én, mindig viseljetek erre megfelelő kesztyűt, ami per pillanat még nincsen, meg védő szemüveget mondjuk, rengetegszer volt már a kezemben folyékony nitrogén éveken keresztül, úgyhogy egyiket sem viseltem ezek közül, de nem én vagyok a követendő példa. Annak ellenére nem, hogy a Leidenfrost jelenség elég jól tud működni, tehát amikor ráfolyik a folyékony nitrogén a kezemre, akkor egy vékony gázréteg alakul ki a kezem és a nitrogéncsepp között, ez a gázréteg pedig viszonylag jó hőszigetelő, tehát hogyha csak egy pillanatra nyúl bele az ember a folyékony nitrogénbe, semmi baja nem lesz tőle, viszont nagyon könnyen ráfolyhat az embernek a ruhájára, ott viszont már beszívódik a szövetbe, és súlyos károsodásokat tud okozni. Szóval ne nagyon akarjatok folyékony nitrogént venni, jó? Mert lehet elég veszélyes. Viszont itt jön képbe
Újra a telefon, ugyanis van egy olyan funkciója, amire nagyon-nagyon régóta vágytam, és most fogom kipróbálni először. Ez pedig az, hogy lassított felvételeket lehet vele csinálni. Jelenleg, amit megtaláltam rajta, az a 480 képkocka másodpercenként, de ez még mindig sokkal több, mint az eddigi 30 képkocka, amit el tudtam érni a jelenlegi eszközeimmel, beleértve azt a kamerát is, amivel ezt a videót veszem fel. Szóval most fogok csinálni pár felvételt, csak azért, hogy teszteljem ezt az egészet, és hogy felhívjam még egyszer a figyelmeteket arra, hogy kesztyű nélkül, megfelelő kesztyű nélkül, még véletlenül se csináljatok ilyen folyékony nitrogénes kísérleteket. Nagyon szép. Valami ilyesmire számítottam, hát nem tudom, hogy aki vesz egy ilyen telefont, mi az első dolog, amit slow-mo-ban megpróbál felvenni. Hát én nem arra gurigázok, hanem rögtön folyékony nitrogént öntögettem, illetve durrantottam vele lufit. A lufi az azért durrant ki, mert ugye a folyékony nitrogén folyamatosan forr, rengeteg légnemű halmazállapotú nitrogén képződik, nő a térfogat, nő a légnyomás, illetve a nitrogén nyomás oda benne a lufiban, és egy idő után ennek a léggömb nem tud ellenállni. Úgyhogy szétdúram. Én viszont most gyorsan megvágom nektek ezt a videót, mert hogy én már kiörömködtem magam, és örömködjétek ki magatokat ti is. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el, hogy csütörtökönként kvízek vannak élőben, úgyhogy csütörtök este 20:30-kor minden héten találkozunk itt a csatornán, és próbára tehetitek magatokat élesben, Kahooton keresztül lehet játszani. Úgyhogy találkozzunk vagy ott, vagy ezekben a hagyományosabb videókban, vagy pedig a podcast adások valamelyikében, vagy valamelyikénél. Na mindegy, ezt befejezem, iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!